Kilakott 200 éve abban a házban, amelyikben nagymamám él. Hol született a település nagy személyisége? Mennyiben változott a századok során gyermekkorom kedvenc utcája? Ilyen és hasonló kérdésekre is választ kaphatnak a tájához kötődő látogatók a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek múzeumának legújabb időszaki kiállításában. Ugyanis tája, fejedelmek városa, egy hegyaljai mezőváros évszázadai címmel nyílt topográfiai kiállítás. Ez egy közös munka a Magyar Építészeti Múzeumnak a munkatársaival, akik egyben a műemlékvédelmi iratokat is őrzik, és az ő részükről van egy több mint 10 éves kutatás, amely épület történeti kutatásként lehet tulajdonképpen jellemezni. És egy nagyon komoly anyag összegyűlt ebből, tája a témája, és kerestek egy alkalmas helyszínt, ahol ezt be tudják mutatni. Tulajdonképpen itt találtunk egymásra, mi pedig most nyitottunk újra, hála Istennek 3 év bezárás után a múzeumon megújult, és egy időszaki kiállító terünk is van, és itt ezzel most mi is debütálunk tulajdonképpen, mert ez az első időszaki kiállításunk, ugye az állandó kiállításunk már az október óta nyitva van, és most augusztus végéig ennek a kiállításnak adunk helyt örömmel, illetve mi magunk is hozzájárultunk, mert egyrészt a levéltári anyagok azok tőlünk származnak, a mi levéltárunkból, illetve van még néhány nagyon szép urasztali terítő, amelyek szintén a tájé református gyülekezet származnak, és itt vannak a mi múzeumban. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója arról beszélt híradónknak, hogy a kiállítás részét képzik interaktív elemek is, melyeknél hosszú időre le lehet ragadni. A mai múzeum technológiában, hogyha azt szeretnénk, hogy minél több érdeklődő bejön a múzeumba, akkor muszáj kicsit elmondozni a digitális technológiák irányába. Két nagy interaktív tabletten lehet követni tájának a történetét. Magát tája térképét helyeztük el, ilyen 1700-as évek végé, 1800-as évek végé és 1911-es térképet, és így térben is és időben is lehet kutatni, lehet megnézni az egyes házakat, az egyes házakban kilakott, ki volt a tulajdonos, annak milyen jelentősége volt a település történetében, vagy Magyarország történetében, és hogyan alakult az közel 200 év alatt egyébként a település szerkezete. A kiállítás egy részproduktuma egy több mint 10 éves nagy kutatásnak, mely eredményeit kötetben is tervezik megjelentetni a projekten dolgozó szakemberek. Ez egy műemléki topográfiai kutatás, ami azt jelenti, hogy tájának elsősorban az épített örökségét kutattuk, művészettörténészek, régészek, illetve történész kollega is. Hát az első fázis az a terepbejárás volt, tehát amikor a helyszínen az épületeket, építményeket, temetőt, tehát ez egy komplex, ugye a műemléki topográfia nem azt jelenti, hogy a védett műemlékek, hanem minden értékes épület, ami történeti, építészettörténeti szempontból érdekes. Tehát a bejárás volt az első, és ezzel párhuzamosan, illetve később folyt a hát nagyon kiterjedt levéltári kutatás, tehát ez egy igazából a teljességre törekedtünk, amit szintén nyilván nem értünk el, de az egyházi, az országos, a városi levéltárakat mind felkutattuk. A Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek múzeuma az új kiállító terében szeretne fél évente új időszaki kiállításoknak helyt adni, így minden tavasszal és ősszel váltanák egymást a kiállítások.